Magyarországon az egyik legszegényebb megye Szabolcs-Szatmár. Budapesti fővárostól keletre van, 260 kilométerre, és itt található egy kisváros, amely néhány éve kapta a városi rangot, Újfehértó. Elég nyomorúságos vidék, itt utoljára akkor éltek jól az emberek, amikor még mindenütt csak pásztorkodtak és legeltettek. Azóta azonban eltelt néhány száz év, de Szabolcs és környéke alig változott. Itt elég szegények az emberek, és csak szinte a hírből ismerik a nyugati világ csodáit. A többség, ha akad munka, akkor dolgozik vakulásig, és keveseknek jut csak az eszében, hogy a kocsmán vagy a diszkón, az asszonyon vagy a lányon kívül más is akad, ami fölüdülést nyújt, hogy netán sportolni, egészségesebben élni, erőt gyűjteni, és könnyebb lehetne az élet. Itt született Csukrán Mihály Újfehértón 1958. április 22-én közepes nagyságú családban. Először mi is úgy gondoltuk, hogy egy futó bolond, de most már csodáljuk. Azt mondták a szüleim, hogy ha abba hagyná a futást, akkor belehalnak. Egy nagyon lelkes valaki, ahogy én figyelem, és amit csinál, abba hisz. Szoktam látni, de szerintem semmi értelme nincs. Mi a jó abba? Egy 20-as megcsináltok, fekvő 8-as. Jó, meg. Felpattansz, gyors, te pattanj fel, mire lefekszik. Kettő. Nyújtsd ki a lábod idáig, emeld fel 10 centit a lábod, csak a úgy, mind a kettőt. Feljebb egy kicsit, így. Gyerünk. Három. Négy. Gyorsabb legyél. Öt. Kenyed. 10, jobbra-balra. Gyerünk. 12, ne nevezd, gyerünk. Csináld. 13. Kicsit majd pörgősebben. 14. 7. 8. Ne gyóld. 9. Tehát ide csípőkő fordulsz, így a rövid nyolcas. 10. 11. 12. 13. 14. Oké. Azért gyűltünk össze, mivel hogy Újfehértón te vagy a legöregebb postás. Én úgy gondolom, hogy egy kupát megérdemelsz a 30, már most már 38 éve, hogy postás vagy, és ez idő alatt egy olyan, hát nem, nincs meg a 3 millió, de egy olyan 2 millió 800 ezer kilométert már lekerékpároztál. Én csak azt szeretném megkérdezni, mielőtt a kupát átadom, hogy a 38 év alatt meg tudod mondani, hogy hány kerékpárt nyűjtél el. Hát, de nem kell ott olyan sokat, de úgy utána tudsz számolni. Hát valahol 3 évenként kapunk egyet, hát azt mondja, van 12-13. Köszöntsük egy tapsal, megérdemelt.